Bizonyára megszokhatták, hogy az elmúlt napokban sokat foglalkoztunk az iskola kezdéssel, így lesz ez a mai napon is, most a katolikus iskolákról, pontosabban a Szent II. János Pál iskola központról fogunk beszélgetni. Itt van már velem a stúdióban Szabó Molnár Bálint atya, a Krisztus Légiója kongregációjának a vezetője, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenekelőtt, amen. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Én is nagy szeretettel köszöntöm itt nálunk Bálint atyát. Talán már az iskola központot nem kell bemutatni a nézőknek, hiszen többször beszélgettünk már itt a Bónum TV-ben, de azért mondjuk el, hogy ez az óvodától egészen a gimnáziumig tart, tehát itt a 3 évesektől a 19-20 évesekig várják a diákokat. Hogyan alakult ez így, vagy mikor jött létre ilyen formában az iskola központ? Ilyen formában 2011-ben, amikor a főutcából átköltöztünk a 11. kerületbe, és akkor nyitottuk meg az óvodánkat, és hát így, ahogy mondta is, tényleg a legkisebbektől a legnagyobbakig várunk mindenkit. Ez miért jó, hogy 3 éves korban bekerülnek egy intézménybe a gyerekek, és akkor egészen fiatal felnőtt korukig, 19-20 éves korukig, ugye itt a két tannyelvű plusz egy osztály miatt egészen addig maradhatnak. Ez milyen pluszt ad? Most nézzük először a gyerekek szempontját. Azt hiszem, hogy egy olyan közösségbe kerülnek be, amiben sokat kapnak, és hát ahogy azt hiszem, hogy Ferenc pápa mondta, hogy a nevelés az iskolában tényleg egy nevelési szövetség a szülőkkel, a tanárokkal, a lelki élet felelőseivel, úgyhogy egy olyan nevelést kapnak, ami tényleg teljes körű, átfogó nevelés. Azt hiszem, hogy ez az a plusz, ami minden katolikus iskolában jelen van. Nincs meg annak a veszélye, hogy így a gyerekek egy ilyen burokban nőnek fel, hogy túlságosan egy ilyen óvó-védő környezetben vannak, és majd, mikor kikerülnek a gimnázium ölelő karja közül, akkor hát nehezen találják majd meg a való életben a helyüket? Igen, van benne egy ilyen kockázat, hogy az iskola túl biztonságos helyé válik, de azt hiszem, hogy azzal, hogy tényleg próbáljuk őket nevelni, ami tényleg oktatás, nevelés, evangelizálást is magába foglal. Ott tényleg jelen van a szellemi, a lelki, az emberi képzés, a apostoli képzés a mi iskolánkban. Azt hiszem, hogy olyan sok mindent kapnak, ami arra törekszünk, hogy felkészítse őket tényleg a nagybetűs életre. A közösség lelkiségéből mi az, amit átadnak a diákoknak vagy a gyerekeknek? Amint említettem, talán az utolsó szempont az apostoli nevelés, hogy arra törekszünk tényleg, hogy a gyerekek megtapasztalják Jézussal való találkozásnak az örömét, és ennek az örömnek a továbbadását. Úgyhogy ez jelen van már tényleg az óvodában, azzal, hogy például vannak lelki percek, csendes percek, amikor az óvónénik például a napi szentről, vagy éppen a liturgikus évről beszélgetnek a gyerekekkel, imádkoznak. De jelen van a kicsiknél is, az alsóban, amikor van egy ilyen programunk, a NET, ami növekedjünk együtt Krisztusban. Szóval játékos formában, kézműveskedéssel próbálja bevezetni őket, vagy mondjuk így kiegészíteni a hittanóráknak az anyagát. A felsőben ott van az ESID program, ami egy spanyol mozaik szónak a rövidítése, az élmény, cél, döntés. Szóval pont abban a korosztályban vannak, amikor élményekre vágynak, ugyanakkor nehezen döntenek, vagy nehezen köteleződnek el. És szóval ezt próbáljuk a mindennapokban velük együtt megélni, és kísérni őket. És hát a gimnazistáknak is különböző programok vannak, ami tényleg azt a célt szolgálják, hogy amit kapnak, például egy fiatal missziósok csoporttal, nyáron voltunk Kárpátalján, de sokfelé járunk az országban, amikor tényleg azt megtapasztalhatják, hogy milyen jó adni, amit egyszer már ők személyesen átéltek, isteni élmény, vagy az emberekkel való találkozás öröme, az milyen jó ezt továbbadni. Szóval ez a kis rész, amit tulajdonképpen Krisztus csinált az apostolaival, azt próbáljuk mi is az emberi, de ugyanakkor az isteni eszközökkel is kegyelme
a Szent Lélek segítségével véghez vinni. Van arra példa, hogy közösen készülnek szentségekre? Itt most az első áldozásra és elsősorban a bérmálkozásra gondolok. Igen, felajánljuk a harmadikosoknak az első áldozást, és hát a gimnazistáknak tulajdonképpen 15-16 év felett a bérmálkozás van előkészítő, és hát együtt működünk a közeli plébánosokkal, tulajdonképpen az első áldozásunk is, a bérmálkozásunk is a Budafoki Szent Lipót plébánián történik. A szülőknek milyen biztonságot ad az, hogy katolikus iskolába iratják be a gyermeküket? Most nézzük egy kicsit az ő szempontjukat, hogy miért választják vajon ők a katolikus iskolákat? Azt hiszem, hogy katolikus iskoláknak már jó hírneve van, nagy tapasztalata, és hát a hagyományos nevelés mellett tényleg, amit említettem, ott van egy plusz, ami az emberi, a lelki oldal, amit azt hiszem, hogy a világi iskolákban nem kapnak meg, annak ellenére, hogy van kötelező hitoktatás. És hát szerintem az a bizalom, és az a tapasztalat, ami jelen van az iskolákban, a katolikus intézményekben, az vonzó, és hát emellett persze az oktatás színvonala is elég magas. Igen, itt a bizalmat említette, és meg korábban az együttműködést a pedagógusok és a szülők között, akkor talán ez egy katolikus iskolában, vagy mondjuk keresztény iskolában talán jobban megvalósul, nem a párbeszéd a szülők és a tanárok között. Így van, úgy tekintünk egymást, azt hiszem, hogy ez a cél legalábbis, hogy szövetségesek. És hát mi csak hozzá tudunk tenni ahhoz, amit otthonról hoznak a gyerekek, és tényleg a szülők azt hiszem nem úgy néznek ránk, mint a pedagógusokra, vagy a lelki élet képviselői, mint szakemberek, hogy na, akkor most igen, átadom neked a gyereket, és nevelj, formáld és alakítsd, hanem tényleg tovább visszük azt, amit már ők megkaptak otthon. Például nézzük csak meg azt a példát, amit a Biblia teremtés könyvében. Jóisten, mint kézműves. Szóval ezt a munkát szeretnénk mi is egy kicsit folytatni, vagy mint szőlőgazda, aki tényleg a kezünkbe adja a szőlőjét, hogy alakítsuk, formáljuk, kultiváljuk. Beszéltünk már a diákokról, beszéltünk a szülőkről, de nem beszéltünk még a pedagógusokról. Kik dolgoznak az önök intézményében, vagy milyen a tanárgárda, a tanárcsapat, a tanároknak a csapata, hiszen az is egy kicsit különleges. Igen, eléggé összetett, sokszínű a tanári gárdánk, keresztény pedagógusok, akik tényleg vannak olyanok, akik már lassan 20 éve vannak velünk, vannak akik csak egy pár éve, vagy hát ahogy minden évben vannak új kollégák is. Szóval meg kell teremtenünk azokat az alapokat, mondjuk egy a közös nevezőt, ami segít abban, hogy tényleg egy célba tekintsünk. Az iskolánk mottoja a Semper Altius, mindig magasabbra. Mit is jelent ez? Talán ezzel tudnám egy kicsit, ezzel tudnék válaszolni erre a kérdésre, azt, hogy tényleg egyrészt ott van a szentpáli új ember, aki megújul évről évre a Szentlélek működése. Egy belső megújulást nem csak kívülről szeretnénk ismerni, vagy tudni se a diákjainkat, se a nevelési céljainkat. Másrészt pedig, hogy C.S. Lewis fogalmazza meg, hogy a keresztény ember azóta vált eredménytelenné a mai jelenlegi világban, amióta a földi dolgokra tekint, elhanyagolja a jövendőt. És hogyha a mennyországot célozzuk meg, akkor mondjuk így a földet is eltaláljuk. Viszont hogyha a mennyei dolgokat célozzuk meg, akkor tovább tudunk tényleg látni annál, ami egy tantárgy, vagy annál, ami éppen történik velünk. Szóval ez a kitekintés, ez a fölfele tekintés, azt hiszem, hogy ez egy olyan cél, ami mindannyiunkat összehoz. Nézzük meg egy kicsit a praktikus dolgokat. Itt adás előtt viccelődtünk, hogy hát csak jövő héten kezdődik az iskola, de azért a tanárok már legalább egy másfél-két hete dolgoznak és készítik elő a jövő évet. Mikor érkeznek akkor pontosan a diákok, vagy hogyan zajlik az évnyitó, a Veni Sancte az iskolában? Szeptember 3-án kezdünk. A elsősök és az alsósoknak az iskolában lesz egy tanárnyitó szentmise, Veni Sancte. A nagyobbak 7-től fölfele pedig a katolikus iskolák, az összes budapesti katolikus iskolának lesz egy szentmiséje a,
a Szent István Bazilika előtti téren, úgy, ahogy tavaly is volt, úgyhogy velük pedig ott fogunk találkozni délután 5 órakor. És aztán másnap már elindul a rendes tanév az órarendek alapján? Így van. Mire készülnek még az idei évben? Lesz nekem mondjuk különleges események így az ősz folyamán, vagy az első fél évben? Hát egy különleges esemény, mondjuk csak a végzős osztályokat érinti, római zarándoklat lesz szeptember közepén. Tulajdonképpen két célja van ennek a zarándoklatnak, hogy hát megismerjük az egyház központját. Remélhetőleg Ferenc pápával is fogunk találkozni, még ha nem is személyesen, de valamelyik audenciáján. A másik pedig hát ott van a rendünknek a központja, és hát harmadrészt pedig Szent II. János Pálnak a sírja. Úgyhogy őt is meg fogjuk látogatni, mint az iskola patronusát. És lehet kérni a segítségüket ugye az érettségihez, ami majd ott lebeg a szemük előtt májusban. Bálint atya, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, sok erőt kívánunk az idei tanévhez is. Köszönöm, hogy itt volt velünk. És köszönöm.